A 60-i kórháznak kiemelt jelentősége van a térségben, mert baleseti gócpont a város mellett elfutó autópálya és főútvonalak miatt, amiken egyre több a baleset. Ezért is kap nagy szerepet az intézmény traumatológiai osztálya és elsősorban annak munkatársai. Hangsúlyozta köszöntőjében Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője és egyben a rendezvény fővédnöke. A traumatológusok valamennyi orvostudományi árkhoz kell, hogy értsenek. Mert amikor ott helybe bizonyítani kell, akkor önök bizonyítanak. Ha valamit el kell tekerni, akkor önök eltekerik. Ha egyenessé kell tenni, egyenessé teszik. Ha újra kell építeni, alkotni kell, akkor önök alkotnak. És talán ez a legszebb tudomány, maga az alkotás tudománya, ami a jövőben mutat. A képviselő szerint szükség van az olyan nagy tudással és szakemberi gárdával ellátott osztályra és műtőblokkra, amivel a 60-i kórház rendelkezik, hiszen baj esetén az életünk megmentése rajtuk múlhat. Ehhez elkerülhetetlen a megfelelő munkakörnyezet biztosítása. Igyekszünk ezért operatívan is tenni, tehát ez nem csak egy politikai megfogalmazás, hanem gyakorlatilag is építünk. Például most a liftek épülnek, és hát állunk neki, vagy kezdünk neki nem sokára, ilyen egy-két héten belül a járóbetegellátás komplett épületének energetikai felújításának. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy itt 60-ban legyen egy ilyen kórház. Miskolc és Budapest között ez az egyetlen egy olyan kórház, ami traumatológiai és sürgősségi ellátást is nyújt több mint 200 000-es lakosság számú ellátó területen. Évente ezres nagyságrendű a traumatológián ápolt betegek száma, ami egyrészt a balesetek számától függ, ugyanakkor, mivel idéntől már csípőprotézis műtéteket is végeznek, így ezt a beavatkozást igénylők számától is, mondta el stábunknak dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója, majd hozzátette, hogy ez a tevékenység óriási jelentőségű országosan, hiszen a 60-i kórházon kívül csak Sopronban végeznek csípőprotézis műtétet vidéken. Ebben az évben a műtéti számunk a napi egyet, heti kettő-hármat teszi ki, ennyire kaptunk engedélyt, ezt évről évre szeretnénk fejleszteni, ahogy a kollégáink sajátítják el ezt az eljárást, egyre több kollégánk egyébként az, aki elvégez ilyen műtétet, van, aki ugye már teljes biztonsággal, van, aki jelenleg a tanulási folyamatban van. Ebben egyébként nagyon nagy segítségünkre volt, és van a Budapesti Honvéd Kórház. Dr. Dolecsek Miklós főorvos, az intézmény traumatológiai osztályának vezetője beszédében kiemelte, hogy a kórházban történt változásoknak, fejlesztéseknek köszönhetően megállapítható, hogy a kórház szakemberei naprakészek mind a tudományban, mind a technikában. A köszöntők után kezdetét vette az egésznapos rendezvény, ahol előbb előadásokon vehettek részt a jelenlévők, majd szakmai diskurzussal folytatódott a program.